egy kicsit dicsekvéssel kezdjem, hiszen a konferenciának vannak olyan vendégei még, akiket nem mutattak be. Itt van velünk Balogh Gábor, olimpiai ezüstérmes tanácsadó úr, akire büszke az egész magyar sporttársadalom, hiszen minden sportoló sikerével, az olimpiai sikerével egy kicsit az ország sikerét is erősíti. És engedjék meg, hogy egy kicsit elrejtőzködött, de dicsekedjek ott abban a sarokban azzal a fiatal szőke hölgyel, aki szintén világbajnok tájfutó, és aki a mai magyar sportban a szabadidősportot felügyeli. Nem csak azért dicsekedtem velük, mert itt vannak, hanem azért is, mert ebből is látszik, hogy a magyar sport Magyarországon nem csak Monsport Saroltával és Balogh Gáborral kezdődik és ér véget, hanem Magyarországon a sport mindenki számára az élet örömének az egyik forrása. A gyerekek az utcán azért sportolnak, azért játszanak, mert szeretik mindezt csinálni. Legyen az bármilyen, a társadalom bármelyik területén lévő fiatal a sportot az élet örömnek az egyik forrásaként tekinti. Ezért különösen fontos az, és engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek, hogy Magyarországra hozták ezt a konferenciát, és a szervezőknek, akik részt vettek ebben a munkában, a kávéfőzőtől egészen az igazgatóig, hiszen úgy gondoljuk, hogy mindenki, aki egy kicsit is hozzátett egy ilyen konferenciához, fontos eleme. Nem csak a konferenciának, hanem az egész európai sportdiplomáciának is. Engedjék meg, hogy egy pár gondolatot miniszter úr után és államtitkár úr nevében, Simicsko István nevében elmondjak önöknek. Mint ahogy az imént mondtam, Magyarországon kiemelten fontos a sport, a fiatalság jövője, egy olyan terület, amit a minisztériumban kiemelten kezelünk, és mivel a miniszterelnök személyesen is aktív sportember, ezért még szerencsénk is van, amikor a minisztériumon belül értekezletek vannak, akkor egy kicsit a többi területről mindig oda szólnak, hogy milyen jó nektek, hogy a miniszterelnök sportos, nekünk sokkal inkább meg kell küzdeni egy-egy területért, mondják ők, nem látják a mi küzdelmeinket. Tehát különleges érdeklődéssel fordulunk a konferencia azon témája iránt, ahol a gyermekek társadalmi befogadása és védelme a sportban és a sport által címet adják. Az imént azokról a gyerekekről beszéltem, akik az utcán játszanak, és most már egyre nagyobb számban látunk minőségi infrastruktúrával pályákat. Nem csak a stadionok és nem csak a sportcsarnokok épülnek, hanem olyan pályák is, amit nem csak a professzionális sportot, hanem a hétköznapok sportját is támogatják. Talán még több kellene, mondaná a világbajnok tájfutó barátunk, talán még több olyan pálya kellene, ahol a szabadidő sport eltöltéséhez lehetőséget adnánk nem csak azoknak, akik professzionálisan akarnak sportolni, hanem mindenkinek. Szerencséjük van önöknek, hogy a konferencia elején vagyunk, mert én most felállítanám önöket és megtornáztatnám, ha már délután lenne, hiszen mindenkinek szüksége van egy kis mozgásra, ilyen hosszú ülés alatt pedig pláne. A sport Magyarországon, de egyébként szerte a világban egyfajta életpályát is tud adni, illetve egy kitörési lehetőséget biztosít. Hozzájárul az egészségnek a teljességéhez. Különösen nagy jelentősége van ennek azok számára, akik valamilyen hátránnyal küzdenek. A csapatsportok, a tűző sportolók megtanulnak csapatban gondolkodni, megtanulnak egy kicsit hátrébb kerülni a másiknál. A csapatsportákban sportolók megtanulják akár azt is, hogy ma rosszabb napon van, de a másik helyettem is sikereket tud elérni, és akár ez a siker közös is lehet. Miért beszélek én erről most itt önöknek?
Mert úgy gondolom, hogy egy közös felelősségünk Európában és egyébként szerte a világban, hogy a gyerekeknek ezt elmagyarázzuk. Nagyon sokszor hallottuk azt, hogy épp testben, épp lélek. Ez nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, a sportban mindig elmondják. De arról senki nem beszél, hogy a léleknek van egy szellemi dimenziója. Ha önmagában az értelem és a test összhangban van, de a szellem egy kicsit zavarodott, ha a szellem nem tudja, hogy mihez kezdjen, ha a fiatalok nem tudják, hogy hova lépjenek, mi legyen a következő lépésük az életükben, akkor bármit csinálhatunk a gyerekekkel, bármivel lefoglalhatjuk őket, még akár megtanulhatnak különböző tantárgyakat magas szinten, űzhetnek egy sportot magas szinten, hogyha a logosz, ahogyan a latin mondja, nincs rendben, ha a lélek, az értelem nincsen rendben, akkor bármit tehetünk velük, elvesznek. A minisztériumban az én területem a kábítószer prevenció. Nap mint nap találkozom azzal, hogy a gyerekek nem találják az értelmet az életükben, a fiatalok nem találnak értelmet az életükben. Nézzenek körül, hány sportoló nyúl a kábítószerhez. Hány sportoló emészti el a második, harmadik feleségét. Hány sportoló vesz 8-10 autót. És nem az a fontos, hogy ezek a sportolók tisztességes családban nőjenek fel, miután a karrierüket abba hagyták. Vagy hogyha már a sportot választjuk, akkor mutassuk meg azt, hogy milyen irányba menjenek. Erről senki nem beszél. Erről senki nem beszél, mert mindenki azt gondolja, hogyha valaki egy sporteredményt elér, és jó az értelme, akkor holnap után ő belőle már akár állami vezető is lehet. Vagy az lehet belőle, ami akar, egy sikeres üzletember, a menedzsment tagja. De senki nem beszél arról, hogy megtanítsuk meg a fiatalokat, a gyerekeket úgy felzárkózni, hogy később a társadalomnak aktív részesei legyenek, és jó emberek legyenek. Megtaníthatjuk azt a gyereket boxolni ott Csalgótarjánba, beirathatjuk egy iskolába, de hogyha a hitével, a lelkével nem foglalkozunk, az a gyerek ugyanúgy el fog veszni. Ezért fontos az, hogy a mai magyar kormány egy olyan alulról építkező programot kezdett el, amit jó szívvel ajánlunk mindenkinek. Van olyan ország, ahol ez már természetes. Hiszen a hitelt és erkölcstant és a mindennapos testnevelést egyszerre vezetjük be az iskolába. Ennek az összefüggésére fel szeretném hívni a figyelmet mindenkinek. Vannak olyan országok, ahol ez természetes, de ahogy a miniszter úr mondta, itt 40 év elmaradás volt. Nekünk lehúzták a rolót. Én amikor kicsi gyerek volt, akkor Leninnek a születésnapját évente háromszor ünnepeltük. És arról nem beszéltünk, hogy hogy kell az édesanyámhoz hozzászólni. Hogyan kell az édesapámmal egy sportrendezvényre elmenni. Én sportoló családban nőttem föl, tehát pontosan tudom, hogyha valaki a sportnak áldozza a hétköznapjait, az életét, akkor az felelősséggel is jár. És ezt kell megtanítanunk. Engedjék meg, ha egy kicsit ki is tekintettem az előadásomból, és egy kicsit szenvedélyesebben is mondtam, de próbáljam megértetni önökkel, hogy az épp testben épp lélek mellé oda kell tenni az épp szellemet. Ha ez nincs, akkor ugyanolyan elveszett embereket fogunk a sport területén is találni, mint amilyeneket egyébként láthatunk szerte a világban. Igazi példaképekre van szükség. A magyar kormány egy olyan stratégiát állapított meg, illetve állított fel, ahol a társadalmi felzárkózási stratégiában nagyon sok olyan lehetőség kapcsolódik a sporthoz, ahol a tanórán kívül különböző fejlesztő programokkal, sportolási lehetőségekkel ezt, amit az imént beszéltem, megpróbáljuk elérni. Az oktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési és sportszakterületek programjai, beavatkozásai, ezeknek a koncentrálása és összehangolása. Ez egy elég komoly feladat, de mi vállaltuk, látják, a kormányzat környékén sportoló emberek vagyunk és bírjuk. Jelentem, hogy a maratonnál egész jól állunk, még van egy kicsi hátra, de az időnk is egészen jó. Hozzáteszem zárójelben, Sarolta volt az első Európában, aki 3 órán belül futott a maraton. Ez csak azért mondom ide, mert hirtelen bekapcsolt ez is. A hátrányos helyzetű fiatalok, diákok a szabadidős sportban való részvétellel gyakorlatilag
nem csak azt mutatják meg, hogy a verseny önmagában, mint cél jelenik meg, hanem a szabadidős sportban egy kicsit feljebb megy a pulzusuk, egy kicsit izgalmasabban élik meg azt a pillanatot, amikor egy futóversenyen a másikat meg kell előzni, és a diákok abban a pillanatban, amikor futnak, nem cigány fiatalok, nem sváb gyerek, nem zsidó gyerek vagy magyar gyerek, az egy sportoló. És ott abban a szabadidős pillanatban az ő szabadidejét ugyanúgy tölti el. Ugyanabban gondolkodik. Tehát visszatérve az előzőre, a szelleme az teljesen ugyanaz, mint a másikkal, és nincs vallás, nincs bőrszín, nincsen másfajta mentalitás abban a pillanatban. Azokat a tereket kell erősíteni szerte Európában, ahol ezeket gyakorolni tudják a fiatalok. Vannak olyan országok, szerencsés országok, ott látok egy norvég urat, ahol ezek már réges-régen megoldott kérdések. Vannak olyan dolgok, amit esetleg Norvégiában nem is értenek, hogy Magyarországon miért probléma. Vagy fantasztikus dolog Olaszországban, nem tudom, van-e olasz képviselő, amikor a templomból vasárnap kijönnek a gyerekek, azonnal mennek futballozni. Már a pap nem is látja őket, utána úgy elspuriznak onnan, és már kinn is vannak egy-egy placon. És ez fantasztikus látni, hogy a gyerekek fogják a bőrlabdát, és már a sportot választják. Vagy Ausztriában, amikor télen kimegyünk, hát valami döbbenetes, több száz gyereket látni a sípályákon. Ilyen kis picik előznek meg engem is. És ez az, ami összefogja őket, és ez az, amitől sokkal több lehet a sport, mint bármi más az életben, hiszen ezt a hármat egyszerre szolgálja. Mit teszünk mi még magyar kormányzati emberek azért, hogy ez a sport minél több fiatalhoz eljusson? Hát egyre több helyen támogatjuk az éjszakai sportot. Ezen most egy kicsit meglepődnek. Nem a sötétben való bujócskázásról van itt szó, hanem olyan alternatív programokról, ami a fiatalokat a szabad idejükben lefoglalja. Van egy fantasztikus programunk, ilyen pingpong, éjszakai pingpong, ahol azokon a területeken, ahol a gyerekek még éjszaka is csellengenek kinn az utcán, azokat behúzzuk a termekbe, és pedagógusok foglalkoznak velük. Van egy nagyon aranyos papbácsim, képzeljék el, az ország déli részén gördeszkázik reverendába. És akár hiszik, akár nem, ez a pap, ez a gyerekekkel gördeszka pályát készített a faluban. Mert a gördeszka az egy dinamikus sport, bizonyára ezt tudják, hogy nem sokára olimpiai sportág akar lenni. És ez a pap egy gördeszkázik, és közben megbeszéli velük, hogy te ide figyelj, ne beszélj csúnyán, mert azt nem szabad. Olyan alternatív programokat szeretnénk biztosítani, hogy a gyerekek egyébként egy kicsit ilyen élményeket, élménysportot is kapnak, és egyben megtanulják azt, hogy hogyan kell egymáshoz és a sporthoz igazodniuk. Nagyon szeretjük és gondozzuk a családi sportnapokat. Nagyon szeretjük azt, amikor a család megmutathatja, hogy apa, anya és a gyerekek, jól hallották, apa, anya és a gyerekek együtt sportolnak. És sokan mosolyognak, de ezt is ma így kell elmondani. A világ természetes rendjét odahozzuk a sport világába. És lehet, hogy az édesanyja nem tud olyan gyorsan futni, mint az apa, de gyorsabban tud a gyerek. És akkor, ha együtt csinálnak valamit, akkor megtanulják, hogy a probléma megoldását a család adja. A probléma megoldását nem csak a sport, hanem a család is. A család minden tagja megoldást kínálhat egy-egy problémára. Megint csak visszatérek oda, a szellem eljut oda, az egzisztenciája eljut oda, hogyha én bajban vagyok az élet bármelyik területén, akkor apához és anyához és a testvéreimhez tudok fordulni. Lehet, hogy meglepő, amiről beszélek, meg azt gondolják, hogy ez triviális, de nem. Ma Európában ez már nem triviális, vagy sok helyet Magyarországon sem. Szerintem az a triviális, hogy egy sportrendezvényen anya egy kicsit lassabban fut, apa egy kicsit duci, de ő is megpróbál mindent megtenni, és a gyerek az mindent belead. És így a végén, amikor a célba beérnek, akkor látják, hogy a család együtt oldotta meg ezt a problémát. A sport erre